Ma este nekünk énekel a Maxi Sun. Itt lesz velünk Dérheni, Takács Nikolász, és fellép Kollányi Zsuzsi is. Sztár vendégünk élőben Bölgyesi Gabi. Szerencse szombat ma esti házigazdája Mák Kata és Kovács Áron. Jó estét és jó szórakozás, kezdődik a Szerencse szombat. Így igaz, mi volt itt a múlt héten? Hát például határszámon belüli volt a teli találat, ami azt jelenti, hogy valaki a jackpotot is vitte. Több mint 36 milliót nyert Luxoron, lennék a helyében. Kivéve, ha mondjuk kevesebb haja van, mint nekem, mert azért az embernek legyen tartása. Egyéb iránt pedig 32-es lesz a határszámunk, ezen belül 10 milliót ígér a Luxor. Nem fogják elhinni, Jokeren is teli találat volt a múlt héten, ott is ugye kezdjük az alapoktól, ez 20 millió forint, és vajon mi történt az ötös lottóban? Igazi nyeremény eső volt a múlt héten, az ötös lottó álom nyereménye is gazdára talált, közel 540 millió forint, úgyhogy ezúton is gratulálunk a szerencsés nyertesnek, a héten a megnyerhető főnyeremény 85 millió forint. Hát, ha megismétlődik az aranyeső itt, kérem még a Luxorban is. Krémer Marikát kérdezem, hogy az előkészületeken rendben volt-e minden? Igen, munkatársaim segítségével sikerült felkészülnünk a sorsolásra. Kezdődjön a Luxor játék. Íme a 75 golyót tartalmazó kis gép már is. Kis surrannak belőle, így van, és körpályára állnak, orbitális pályára. Nem, ez nem az. Na mindegy, az inkább olyan ellipszises. De itt van velünk a Nagy Laci Band, ladies and gentlemen, Nagy Laci és zenekara. És hát velem madarat lehetne fogadni, mondtam volna, hogy újra itt vagyok, mert régen voltam már, tehát megpillantottam a toalettedet, és mégsem lenne, azt hiszem, ez ízléses. László 12 az első nyerőszám már is megérkezett a Luxorban. Nem beszélve arról, hogy egy kis madár még akár a hajadban is. Például. Otthonra le lehetne. Olga 49. Nagyon jó egyébként. Csinos. Köszönöm szépen. Sokáig tartott? Azért egy kis kulisszatitot áruljunk el, hogy reggel 8 óta csinálják? Nem, ez nem igaz. Nagyon üdés fodrász van, úgyhogy László 7-es. Hát fél óránál nem volt több. Őrület. Az aprót is tudod ott tartani esetleg vásárláskor. Hasznos. Neked is meg tudnánk csinálni egyébként. Google 17. Hát azt nem tudom, hogy... Hát egy kis póthaj segítségével, hogy sikerülne. Trükkel bármit, persze. És hát időközben... Olga 60 is megérkezett. Nem tudtam nem észrevenni, hogy október lett. Hip-hop. Azt kell, hogy mondjam. Hip-hop. Nekem nagyon gyorsan eltelt ez az év, vagy legalábbis úgy tűnik. Robert 72. Viszont nincs vége a nyárnak, hogy egy kicsit az időjárásról beszéljünk. Hát ma még nem volt vége, igen, de hát elvileg holnaptól már. Ne higgyünk neki. Ne higgyünk. Xavier 32. Ráadásul... Ilyen nyeremények mellett esőkerülő túrára is el lehet indulni, olyan helyre, ahol tuti, hogy nincs. Hull 30. Illetve ilyen nyeremények mellett kit érdekel, hogy milyen az idő, nem? Ez meg a másik, igen. Nagyon fontos. De ez hihetetlen nagy október lett. Nem. Megnéztem a naptárat, és így tudod, amikor így nem akarod elhinni. Xavier 37. Gyerekkoromban ilyenkor még csak július volt. Tehát azt éreztem mondjuk ennyi időnek. Igen. Most, ami a komplett nyárra érvényes. László 9. És nem tudtam eldönteni, hogy ez azt jelenti, hogy most tartalmas életet élek, és túl sokat unatkoztam gyerekkoromban. Ezért ezen volt... Ezen már én is gondolkodtam, igen. Tehát, hogy... Xavier 34. Vagy pont fordít, vagy akkor értem tartalmas életet, ezért rosszulnak tűnt. Hát erről beszélgethetnénk, igen. Nem biztos, hogy elég lenne az adásidőre. Robert 63. Ugye a világ akkor... felgyorsult, sokkal több impulzus éri az ember szerintem, mint régen. És ha már egy kicsit is szakmáztunk, hajasztunk meg. Xavier 44. Ruháról beszéltünk már, mint műsorvezetői, vagy műsorvezetői ruha. Azt megfigyelted, hogy a beszéd milyen szinten gyorsult fel? Felgyorsult? Hubul 23. És mi is egyszerűsödött? Javaslom, hogy nézd meg egy... Az első képet már is láthatjuk, vagyis láthatják hárman, hiszen három szerencsés nyertes van, 247.760 forintot nyertek, gratulálunk! A
Az első keretig meg sem állunk, tartsanak velünk, indul a keretkereső akciónk. Már is folytatjuk a sorsolást. Szóval azt akartam csak mondani, hogy nézd meg egy 80-as évekbeli MTV-t, na jó legyen 90-es, és meg fogsz döbbenni, milyen lassan beszélnek azok, akik akkor nagyon gyorsnak számítottak, hiszen ők voltak az új irányzat, az új lendület, a friss, fiatalos, gyors. Volga 59. Úgyhogy hozzáidomult az ember ehhez a stílushoz, vagy ez a ritmushoz. Hihetetlen. Hubul 18. El tudnád képzelni... Közben a nyerőszámok is olyan gyorsan jönnek egymás után. El tudnád képzelni az életed így visszalassulva tanyán? Én egyébként, mivel nagyon szeretem a természetet, nagyon szeretem az állatokat, Xavier 40, közben ez is megérkezett, én biztos, hogy jó darabig ellennék. Hát én szeretem a csendet, szeretem a madarok hangját hallgatni. Szeretek tenni, venni így a ház körül. Ubul 25. Szóval vissza tudnál lassulni akkor. Én igen, igen. Szép lassan, hogy mohos lesz az északi oldalad, és akkor így együtt a természettel. Érdekes kísérletlen, hogy meddig bírnád, mondjuk egy óra nélkül. Olga 52. Egyébként nyaralások alkalmával például én mindig nagyon mélyre elteszem az órát. És szerintem nagyon sokat segít, tehát hogy olyankor elveszik az időérzék, és sokkal jobban meg tudsz élni egy napot. Xavier 36, mint hogyha állandóan azt figyeled. Elteszed, és úgy kelsz, amikor akarsz, igen, akkor fekszel, amikor igen akarsz. De érdekes. Robert 69. Mondjuk azért bevallom őszintén a hiúságom miatt, hogyha nem nézhetnénk mondjuk egy évig tükörbe, Robert 69. Azért bajban lennék. Csak szólna a partnerem. Nem tudom. Drágám, eljött az ideje, hogy benézzél a városba egy kicsit. Xavier 31. Ideje lenne megfésülködni. Igen, úgy nem tudom. Hiszen már ott lakik egy madár a hajadban. Ez már... Nem lehet, hogy ez készülök, a természet következménye, hogy... Ubul 29. Egyébként baromi vicces lenne úgy élni, hogy nincsenek tükröződő felületek, és tényleg csak a partner ad visszajelzést a külsődről. Én tényleg bajba lennék, ez nagyon izgalmas helyzet lenne. Olga 56. És el kéne hinned, amit mond. Tehát, hogy ugye nem tudod semmibe megnézni. Te hányszor nézed magad tükörben? Folyó tükörében. Benned is van egy kis hiúság. Hát én hiú vagyok, igen. Olga 46. De én úgy vagyok hiú, hogy megnézem, látom, hogy nem jó, és mentem, nem, tehát hogy tenni nem teszek érte, csak szeretem tudni, hogy jó, nem jó. Belenézek, nem jó, jó, még mindig megyek nem tovább, jó. Igen. Robert 66. És akkor megyek tovább, ez még mindig nem jó. És akkor így ilyen csodaváráson van, tudod, hogy egyszer csak más lesz a visszajelzés, de többnyire nem. De jön a szombat, és akkor... Xavier 41. Kezelésbe vesznek mások, akiknek hiszek. Jól sikerül. Köszönöm szépen. A visszajelzésemre vált. Xavier 33. Kénytelen leszek, mert lefelé nem voltak foncsorozott felületek. Ubul 20. Viszont ami nagyon fontos az életemben, kérdezz már meg, hogy van-e valami új dolog az életemben. De várj, gyere be még egyszer. Jó, jó. László 15. Olyan régen vezettünk már együtt műsorhatáron. Na. Történt-e veled valami érdekesség? Van-e valami új dolog az életedben? Képzeld el. Robert 74. Tényleg? Köszönöm a kérdést, de váratlanul ért. Igen, képzeld el. Elkezdtem dobolni tanulni. Ó. Oh. Képzeld el. És család is örül neki? És igen. László 13. Megszűntek a veszekedések, mert lemegyek és kiadom magam. Ja, kiadod magad. Fantasztikus terápiás célra. Nem hülyeskedek, de hogy elkezdtem dobolni, képzeld el. És komolyan gondolom. Olga 54. Nagyon komolyan gondolom. És meg kell mondjam neked, itt kérnék elnézést mindenki, minden dobos nevében. Tehát, hogy egészen más szemmel hallgatom a zenét. Ez most így képzavar, de hogy higgyétek el, hogy így van. Ubul 21. Más füllel hallgatom. Hallottad ezt a leütést? Fantasztikus volt. Köszönjük Mátétól. Egyébként pedig megvan az első keret, méghozzá egy valakinek 991.050 forintot hozott. Gratulálunk! És közben egyre vagyunk Luxortól, valakinek vagy valakiknek a szelvényen ugye már csak egy bekarikázatlan szám maradt a teli találat, az nagyon gyorsan szalad az idő. Most produkcióval folytatjuk, a következő zenekar már meghódította a rádiókat, és ezáltal a hallgatókat is. Dalai gyakorta vezetik a listákat. Színpadunkon a Maxi Sun. Egy elveszett álomból indultál felé,
közben még jó is volt. A szívünkben mindig él, miért adnánk fel? Nézd a felhőt, esőt rájt az ég. Van valami, amit igazán szeretnél? Vannak vágyaid, vannak álmaid, de te nem lépsz előre. A legvégén hidd el, hogy szép lesz, hidd el, hogy jobb lesz, hidd el, ha kérlek, hidd el, ha kérlek, hidd el, hogy szép lesz, hidd el, hogy jobb lesz, hidd el, ha kérlek, hidd el, ha kérlek, meg vannak vágyai. Nézd a jövőt, mit hoz majd a holnap. Van valami, amit igazán szeretnél. Vannak vágyai, vannak álmai, de te nem lépsz előre. Szép lesz, hidd el, hogy jobb lesz, hidd el, ha kérlek, hidd el, ha kérlek. Lazán. Ez volt a Maxi Sun, köszönjük szépen, és most pedig egy áthidaló megoldásként Katait hagy engem. Igen. Megyek a sorsológéphez, hiszen folytatjuk tovább a játékot. A Luxorban valakinek a szelvényén már csak egybekarikázatlan szám maradt a teli találathoz. A határszámot elhagytuk, tehát a jackpot az biztos, hogy már a jövő hétre kerül át, viszont mint mindig most is lesz teli találat a Luxorban, és természetesen nyeremény is. Most már csak ez a kérdés, hogy mikor? Olga 53. Egyetlen egy szelvényen hiányzik egy szám a teli találathoz. Sorsolunk tovább. Robert 75. Az utolsó számgolyó a Luxorban. Ezt is kicsorsoltuk. És már itt is a következő. Figyeljenek! Robert 73. Még mindig ugyanazon az egy szelvényen hiányzik egy szám a teli találathoz. Talán ez lesz Olga 47. Megy tovább a sorsolás. Nincs teli találat egyelőre. A következő nyerőszám a Robert 61. Most már ketten várakoznak a teli találathoz egyetlen egy számra. Lássuk, megérkezik-e. Robert 62. Még mindig nincs Luxor. Folytatjuk tovább a sorsolást. Uhul 24. Hiányzott valakinek a szelvényéről, sikerült ezt is bekarikázni. Luxor még mindig nincs, hatan várakoznak most már. Uhul 19. Jó-e valakinek? 12-en várakoznak, most persze nyilván többen várakoznak, csak 12-en van a közel ahhoz egy lépésnyire, hogy luxoruk legyen. Vajon jó a 12-ből? Olga 57. Valakinek. Plusz 4-en bennek jó lett.
Zog 51-tel felzárkózott akkor, tehát 4 Luxor közeli játékosunk. Így van, Ubul 22. És még mindig megy tovább a sorsolás, még mindig nincs teli találat senkinek a szelvényén. Jön a következő szám, figyeljenek. Xavier 35. Ez úgy látszik, nem kellett senkinek. Ubul 28. Még mindig nem az, ami hiányzik a teli találatos szelvényhez. Olga 50. 92-en várakoznak most már a szerencsés számra, arra az egyre, ami még nincs bekarikázva a szelvényen. Be fog jönni, 92-ből nem létezik, hogy valakinek. Xavier 45. Nem hiszem el. 140-nél többen várakoznak már egyetlen számra, egyetlen bekarikázatlan hely van, és... Ubul 16. De régen láttalak, jól vagy. 140-en vártak egy darab betűszám kombinációra, de megjött, és még így is csak ketten osztoznak, ezek kapnak, nem osztoznak, ketten fejenként 3.468.670 forintot kapnak. Figyeld a dobost, tus! Az utolsó kisorsolt szám a Luxorban, ha jól emlékszem, igen, Ubul 16-os ez volt, páros szám, tehát kézi sorsolás lesz az ötös lotóban, ahol a várató főnyeremény 85 millió forint. Na sorolom gyorsan, 39. játékéden 32-es határszám mellett 72.640 darab képet találtak, 175 forint darabja. Aztán jön a keret, 36 darab keretet 55.060 forintért. Az első képet hárman találták meg, 247.760 forintos, minden egyes első kép. Az első keretet egy valaki, 991.050 forintos volt az első keret. Luxorból 2 volt, 3.468.670 forint, és miután határszámon túli, ezért átviszünk a következő évre 1.409.978 forintot, hogy érdemes legyen velünk tartani a jövő héten is. Laci megérkezett élő Joker és ötös lottó sorsolás, ezzel folytatjuk, és mivel október van, új sztár vendégünk érkezik. Völgyesi Gabi, tartsanak velünk a folytatásban! Hey.
Kedves nézőink, folytatjuk a Szerencse Szombat műsorát. Ez itt az élő ötös lottó sorsolás, amelynek mai fő nyereménye 85 millió forint. A színpadon az est két házigazdája, Mák Kata és Kovács Áron. És Völgyesi Gabi, októberi sztár vendégünk, köszönjük szépen ezt a fantasztikus nyitányt neki, és nagy lesz neki a zenekarának, és természetesen, illetve a Fortuna Tánckarnak. És igaz a hír, hideg a keze, és biztosan forró a szerelme, hideg a keze. Azt hittem, hogy arra akarsz utalni, hogy hüllő vagyok, vagy amihez hasonló. Nem, dehogy is. De felmelegít bennünket majd az az érzés, hogy hát rengeteg minden dolgunk van itt nyerni, hiszen a múlt héten hát ránk szakadt minden. Ugye volt egy ötös lottó főnyeremény, volt egy határszámon belül Luxor, elkelt a Joker is, mint főnyeremény, úgyhogy kisöpörtük a készletet. Igen, én de itt voltam, még. Bibi, és kezeld el, egy pillanatra se jutottál eszembe, mert folyamatosan csak arra tudtam gondolni, hogy vajon hány ember lett szerencsés, hányan lettek boldogok, és hány embernek került sok-sok pénz a markába, de hát nyereményből, milliókból természetesen ma sem lesz hiány, úgyhogy kezdjük a Joker sorsolást. A 39. játék héten a Joker főnyereménye 20 millió forint. Üdvözlöm a sorsolási bizottság elnökét, Krémer Istváni Marikát és közjegyzőnket, dr. Sándor Zoltánt, aki felügyelik a sorsolásokat. Az előkészületekkel rendben volt minden? Igen, rendben volt. A stúdióba meghívott játékosaink jelenlétében előkészítettük a sorsolási eszközöket. Kezdődjön a Joker sorsolás. A Joker első számjegye a 9-es. A második a 6-os. A harmadik is 6-os. A negyedik a 2-es. Az ötödik a 4-es. És a hatodik a 2-es. A Joker szám 9-6-6-2-4-2. Nincs zenész és énekes talán ma Magyarországon, aki ne dolgozott volna a következő énekesnővel. Saját dalok is bekerültek azóta a repertoárba, egy ilyet hallatunk most. A színpadon Kollányi Zsuzsi. Azt mondják a földön, minden úgy van jól, ahogy. Ha fájni kell, hát fájjon, sebeim büszkén vállalom. Az éjszakában járva, egyedül félek, más vagyok.
de a hajnalokban nálad úgy érzem, tőled mindent megkapok. Látom, hogy fáradt vagy, úgy alszom el, ahogy lélegzel, most is hallgatom. Kétségek közt és a holnaptól félve mégis hozzád tartozom. Itt voltál most is, de úgy tűntél el, meg sem kérdezted, hogy hogy vagyok. De nem vesztesz semmit, de azt tudnod kell, hogyha kell, én érted meghalok. Hallom most is, ahogy megjössz, megint érzem az illatot. Nem szólok, úgy is megszöksz, megint órákat várhatok. És kérek még egy csókot, egy utolsót, azt hiszem, aztán a tízezredik bókol, majd magammal viszem. Látom, hogy fáradt vagy, úgy alszom el, ahogy lélegzel, most is hallgatom. Kétségek közt és a holnaptól félve mégis hozzád tartozom. Itt voltál most is, de úgy tűntél el, meg sem kérdezted, hogy hogy vagyok. De nem vesztesz semmit, de azt tudnod kell, hogyha kell, én érted meghalom. Azt mondják a földön, minden úgy van jól, ahogy. Ha fájni kell, hát fájjon, sebeim büszkén vállalom. Köszönjük szépen, most pedig rátérünk a sorsolásra. A Luxor utolsó számgolyója, amivel páros szám volt, ezért kézi sorsolás lesz. Rögtön kiderül, hogy ki lesz a számhúzónk, illetve ki az, aki kereken 1 millió forintot nyer. A stúdióban ülő pályázó játékosok közül sorsoljuk, a többiek nyereménye pedig 30 000 forint lesz fejenként. Minden információt a www.szerencsejáték.hu megtalálnak, illetve pályázni a 061-224-2626-os számon lehet, és én át is adom a szót Áronnak. Nagyon köszönöm, kicsit beleragadtam az előző dalba, annyira magával ragadott, igaz, Viki, mennyire szép volt, de ami ki tud húzni bennünket ebből a romantikus, érzelmes lírából, az mondjuk 1 millió forint, vagy annak a megnyerése, ami éppen most zajlik, ugyanis az itt ülő pályázó játékosok közül egy valaki most átveti majd ezt az összeget tőlünk. Vizer Ede Áron a nyertesünk. Gratulálunk! Legyen szerencséjük önöknek, és kezdődjön az e-heti ötös lottó sorsolás. A 39. játékhéten az ötös lottó főnyereménye nettó 85 millió forint. A győztesünk pedig az 1 millió forint boldog tulajdonosa, a Vizer Ede Áron. Szólíthatlak Áronnak? Igen, természetesen. Kedves Ede, tegeződhetünk? Igen. Tudod, hogy van egy olyan szabály, hogy a névrokonoknál, hogyha nyeremény van, egy nagy, mondjuk egy 1 milliós nyeremény, akkor felezés a házszabály. Hát erről nem tudtam. Jó, most találtam ki, de gondoltam, hát ha bejön, ha nem, abban az esetben sok sikert és boldogságot kívánnék az összekhez. Egyébként pedig kezdjük el az ötös lottó sorsolást. Az első nyerőszám a 37-es. Ez
elég ritka az, amikor egyszerre minden sikerül, már nem csak az ember életében, itt a lottó sorsolásban is, hiszen ugye múlt héten, ahogy említettem, elment a határszámon belül ugye a Luxor, aztán volt nekünk egy Joker főnyereményünk, az is elment, illetve egy álom, egy giga nyereményünk, több mint 500 millió az ötös lottón. Ez volt a mérleg, ez elég ritka dolog. Ó, ha már a mérleget szóba hoztad, azt tudtad, hogy egy átlagos ember súlya a lift szerint 80 kiló? Átlagon felüli ember vagyok, ezt árulja a hír, de honnan van ez? Mert hogy a múltkor álltam egy liftben, ki volt írva, hogy maximum 1000 kiló és 12 fő. És tehát szóval egy lift szerint 83 kiló. Nő vagy, mindenben jeleket látsz, mindig megtaláld a súlyjal kapcsolatos kérdéseket, de hogy jön ez most ide, ez az asszociációs lánc? Hát úgy, hogy ki akartam számolni, hogy a múlt heti nyeremény hány ember súlya ezresekben. Tehát 540 millió, az 540 ezer darab ezres. Igen. Ha mondjuk egy ezrest 1 grammal mérünk, akkor ugye azt el kell osztani ezerrel, tehát marad 540 kiló. Igen. Az 540 kilót elosszuk 83-mal, akkor az... Igen, 6,5. Ó, köszönöm szépen. Ennyi kérdezünk, hogy 6,5 ember súlya. Jó, most már sokkal jobban érzem magam. Egyébként te például indultál ilyen a feleségeddel, hogy ilyen feleségvívő világbajnokságra, hát már hova gondolok, VB-re indítanálak. Szóval cipelted már a feleségedet? Voltál ilyen versenyen? Én a küszöbön emeltem át egyszer, na annak is viselem a következményeit egészen a mai napig. Nagyon szóval... veszélyes nőket emelgetni, nagyon veszélyes. Egyébként meg nem értem, hogy jön ide a dolog, mert hogy, tehát Kata, a nyereményt utalják. Jó, tudtam, hogy amúgy se számíthatnék rád egyébként, mert nem bírnál el ennyi pénzt. Nem, erre gondoltam. Én viszont utalnék arra, hogy nekünk most menni kéne tovább. Ja, jó, akkor húzzuk a második nyerőszámot. A második nyerőszám a 23-as. Bár következő fellépünk nagy rajongója a jazznek, most egy pörgősebb dalt hozott nekünk. Így van, a színpadunkon Takács Nikolász. Várnak a mosoly csalva, rám kacsint az ég. Hívnak a merészámok, hív a mindenség. Végre valami új, végre valami más. Hív a falakon túl, egy álommal. Végre valami új, végre valami más. Hív a falakon túl, 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 valami más. Egy álommontás, csak hinnem kell, hogy tényleg összejátszik minden mindennel. A védőhálót ma megfújták, de benne hangok, itt a hangok, azt súgják, aki nyit minden ajtó. Nem beszednél, ne hidd el, hogy mondják, végre beszednél. Ma kinyit minden ajtó, karnyújtás meg szél. A szabad lelkekkel meg összefúj a szél. Szelem az óceán, tudom, hogy nekem ez a feladatom. Hiszem a szívem még nem porcelán, vagy megyek, vagy nem maradok. Valami új, végre valami új, végre valami más. Valami túl, valami más. Egy álommondás, csak hinnem kell, hogy tényleg összejátszik minden mindennel. Nem beszednél, ne hidd el, ha mondják, végül beszednél. Ma kinyit minden ajtókor nyújtásnak szél. A szabad lelkekkel meg összefúj a szél. We'll be right back.
nagyon beszednél. Ne hidd el, ha mondják, végen beszednél. Ma kinyit minden ajtó, karnyújtás meg szél. A szabad lelkekkel meg összefúj a szél. Ha kinyit minden ajtó, kezdett beszednél. Ne hidd el, ha mondják, végen beszednél. Ma kinyit minden ajtó, karnyújtás meg szél. Nagyon köszönjük! Takács Nikolász, le a kalappal! Húzzuk a harmadik nyerőszámot! A harmadik nyerőszám a 60-as. Ősz van, borongós időnek kéne, hogy legyen, közben ragyog a nap, ezért hívtam egy olyan hölgyet vendégségbe, hogy hát ez tovább tart, ez a gyönyörű szép nyár, még a mosolyával együtt. És egész októberben itt lesz velünk sztárvendégünk, Völgyesi Gabi! Nem felejtek, mégis azt kell gondolnom, hogy öröm és illat és csodás ez a világ. Ha van élet, nem csak túlélni akarom, ha közös a végzet, lesz rá alkalom. Ó, meddig hol voltál, nem szóltál, hogy rád várok én. Tudnom kell, milyen meleg a vágy, és vajon örökké tart-e a varázsot. És a karjaiban csak én nézhetem. Az utolsó, még hiányzó darabkát, ahol megtaláltam és mereztem már el. Ó, eddig hol voltál, nem szóltál, hogy rád várok én. Köszönjük szépen Völgyesi Gabinak, egész hónapban ő lesz a sztárvendégünk. Így van, és micsoda hónap ez? Van 5 darab szombatunk, 5 darab vasárnapunk és 5 darab hétfőnk, és ez csak 823 év múlva lesz ugyanígy. Wow. Van, ami viszont már negyedjére történik meg, ez pedig a nyerőszám ugye nélkülözhetetlen. Húzzuk a következő. Hmm.
negyedik nyerőszám, az egyes. Általában gigadens slágereket hoz nekünk a következő előadónk, de most stílust váltott. Mi persze ezt is imádjuk. A színpadon Dér Henny. Szépen Dér Hennynek! Szerettük ezt a dalt és ezt a stílust is, most pedig remélem, hogy szeretni fogjuk és önök is az ötödik nyerőszámot. Az ötödik nyerőszám a 49-es. Az ötös lottó nyerő számai emelkedő számsorrendben. 1, 23, 37, 49 és 60. Múlt héten ugye mindent elvittek, minden nyereményt. Én bebizonyítom, hogy két egymás követő héten is lehet örülni, lehet vigadni. Ez sutyorogta egész végig a fülembe a zenék alatt, hogy figyeld, én érzem, annyira kíváncsi vagyok. Ha most esetleg tényleg ötös lenne, akkor egy ilyen boszorkányégető ceremóniában azért szerintem részt vehetnél, mert hogy ez ment egész adásod, nagyon kíváncsi leszek, hogy mi ez a jóslatot beigazolódik-e, de lehet örülni a négyeseknek is. Hát ne felejtsük el, hogy micsoda négyes nyeremény volt nem is olyan régen, amikor azt hiszem, hogy nagyon sok pénzt kaptak négy számmal. És azért figyeltem, ezek jó számok valahogy egyébként tényleg igazad lehet, mert nincsenek közel, kellő távolságban vannak. Na, jó, végre, valamiben tökéletesen egyetértünk. Hát akkor nincs más hátra, hívjuk Vikit, indul a nyerteskereső.
Köszönjük szépen, már is megérkeztek az adatok. Hát kezdjük a Jokerrel akkor, jó? Két találatos, az 4330 darab volt, 1000 forint mindenkinek, aki ezt bírja. Aztán három találattal 436-an rendelkeznek, ez már 10.000 forintot ér. Nézzük a 100.000-es kategóriát, ez 4 találat kellett, és 49-en ugrották meg ezt az akadályt. Egy darab ötösünk volt, ez 1 millió forint. És van-e teli találat? Összejön-e a múlt heti bravó? Hát egyelőre úgy tűnik, hogy nem, de hát tudjuk, ilyenkor halmozódik, hogy örülünk, hiszen a jövő héttől 40 millióért játszunk Jokert. Nézzük újra a Luxor történéseit, a főbb adatokat mondom gyorsan. Hárman találták el az első képet, 247.760 forint jár a szerencséseknek. Egy első keret volt, 991.050 forint, gratulálunk. Két Luxor teli találat, 3.468.670 forint, és mivel nem volt határszámon belül teli találat, 1.409.978 forint került át a jövő hétre egészen pontosan. Nakata, most kiderül, hogy jósnak jó vagy-e. Két találattal 68.892-en bírnak, 1435 forint az övé. Aztán három találatosunk, 2214 volt, ez van 23.000 és még 5 forint a végén. Négyesek, 19 darab, és nagyon szépek a négyesek. 2.531.650 forint, ismét jó négyesnek lenni. De vajon lesz-e valaki, aki ötösnek is nincs ezen a héten? Aki ötösnek jól érezhetné magát, viszont a következő héttől 166 millióért játszunk! Én voltam a nagyobb jós, négyesekről beszéltem, és 2,5 millió fölüliek a négyesek. Ez így van, akkor én nem kezdek el jósolgatni inkább. Rendítsek, de hát lesz még ötös, tessék csak megnyugodni, hiszen bármikor lehet. Köszönjük Gabinak, hogy itt lehetett. Jól van, találkozunk még egész októberben, itt említettük még 4 alkalommal, mert hogy ez egy ilyen hosszú október lesz. Köszönjük a figyelmet, hol lehet minket megtekinteni? Keressenek minket Facebook oldalunkon, illetve adásunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n és a Szerencsejáték ZRT videó megosztóján. Nagyon szépen köszönjük a mai figyelmüket, van még egy kis záróakkord, azt nézzék meg, és jó éjszakát kívánunk a viszontlátásra! Viszontlátásra! Up with it, girl, rock with it, girl, show them it, girl, ba-da-bang, bang. Bounce with it, girl, dance with it, girl, get with it, girl, ba-da-bang, bang. Come on, come on, turn the radio on, it's Friday night, and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. Semmibe, ahit jár.